Csábító illatok fogadták a Székelyszabarra érkező vendégeket az első adventi hétvégén. A német önkormányzat beiglisütő versenyt hirdetett a helyieknek és a környék lakóinak egyaránt. Először is megcsináljuk a tésztát, azt összekeverjük recept szerint, és utána pedig a tölteléket állítjuk össze. Addig pihen a tészta, és utána kezdődik a nyújtás, tehát kinyújtjuk, és különböző töltelékekkel pedig megtöltjük. Az eredeti bájgli az csak diós meg mákos volt, mert ugye a parasztoknak régen csak ez volt. Tehát simán nem csináltak most mint például almát, gesztenyét, meg minden mákos vagy kakaósat. Hát régen ilyesmi nem volt. Úgyhogy mi most úgy gondoltuk, hogy mi a régit csináljuk, a hagyományost, és a két unokám segített, illetve én csak asszisztáltam, mert ők csinálták az egészet. Tudomásom szerint ez sváb eredetű, tehát régen a szüleimnél, nagyszüleimnél is csináltuk ugyanezt még. Nem, nagyon sokszor, például a születre is nagyon sokszor csinálni, vagy amikor régen volt az aratásnak a befejezés, akkor volt ugye aratási buli, akkor az aratásnál, tehát nem kimondottan csak karácsonyra. Voltak azonban olyanok is, akik nem a hagyományos töltelékekkel dolgoztak. Ez most a vége. Először ugye megkentük tojássárgájával, aztán kitettük egy picit a hidegre, és most ugye a végén fehérje következik mégis. Ez a vége. Aztán megy a sütőbe. Nekünk van egy sajátos receptünk, ez majdnem egy ilyen hagyományos, kicsit zsírosabb tészta. Kell tészta, élesztőből áll, hidegen keletjük. Hidegen tároljuk egy jó két óra hosszát igazság szerint, és utána egy 20 percet melegen, és akkor úgy sütjük. Milyen tölteléket raknak bele? Hát most nekünk többfajta töltelékünk van, például olyan, hogy mák, narancshéj, citromhéj, vanília, cukor, és a mákba szilvalekvár, és akkor csináltunk diós, az is narancshéj, vanília, cukor, fahéj, citromhéj, porcukor, és leforráztuk egy pici kis tejjel, és akkor az egyik felébe tettünk rumot, a másik felébe meg egy kis mazsolát. A helyi német önkormányzat tulajdonában lévő épület a székelyszabari német nemzetiségi kultúra otthona. Az időszakos kiállítások mellett minden év végén kültéri Betlehem és fényjáték várja a látogatókat. Idén egy különleges kiállítást is megnyitottak advent első hétvégéjén. Saját készítésű és ajándékba kapott betlehemek sorakoznak az épületben. Minden évben volt egy kiállítás, volt itt adventi koszorú, adventi naptár, vagy általános karácsonyi díszek kiállítás, és egyszer volt egy betlehem kiállításunk, és gondoltam, csináljuk ezt meg, és beszéltem a többiekkel, hogy lehet, hogy ebből tradíciót kell csinálni. Én úgy tervezem, hogy jövőre is lenne ez a betlehem kiállítás. Nyilván mindig variálunk rajta kicsit, hiszen most van egy, hogyha így megnézzük tőlem bal oldalt, van egy kis animáció, ez kicsit új dolog, ugye, de és mindig variálunk rajta egy kicsit. Sokfajta betlehemünk van, van itt tiroli betlehem, van itt csuhéból készült betlehem, van itt régi, mit tudom, reszelőkből összeállított betlehem, vagy egy festett betlehem, ahol fényképezkedni lehet. Többen is hoztak, tehát sokan hoztak, van saját készítésük közötte, van Mohácsról származó, van olyan betlehem épületünk, ami Németországban készült, de ide ajándékozták, van festményünk, ami betlehemes, van óvodai alkotás, ami mondjuk faépítőből készült, akkor van csuhéból készült, van olyan, hogy gyertyából összeállított betlehem, van reszelőből összeállított betlehem, és van mézes kalácsos. Tehát sokféle betlehem található. Az idén, amivel még bővítettük, hogy egy interaktív háttérrel rendelkező betlehem is van. Ezt a betlehem kiállítást szeretnénk még hosszabban, hosszú évek során is még majd kiállítani, vagy hagyományjá
változtatni, hogy itt megmaradjon minden évben. Most 2 évig ugyan nem volt, mert a Covid az közbeszólt, és az idei évtől hál' Istennek megint rendelkezhetünk ezzel a szép teremmel. A Betlehem kiállítás vízkeresztnapjáig látogatható a Németházban.